Szia! Ebben a videóban egy olyan betegségről lesz szó, mely elsősorban a lányokat érinti, és amely leginkább tinédzser korban fordul elő. Az illusztráció alapján már lehet, hogy ismerős ez a betegség neked, amely nem más, mint az anorexia. Az anorexia, tudományos nevén anorexia nervosa, egy pszichés eredetű étvágyvesztést jelent. Az orexis jelenti a vágyat, az anorexis pedig a vágy elvesztését. Az anorexia, mint már említettem, főleg a 13 és 18 év közötti gyermekeknél fordul elő. Melyek lehetnek az anorexia jelei? Lássuk! A jelek közé tartozik például, hogy a beteg nem tudja az egészséges testtömegét megtartani. Extrém módon fél az elhízástól. Emiatt folyamatos diétát tart. Túlzott és kényszeres testmozgást végez. Az étrendek és a kalóriák megszállottja. Rendkívül korlátozza, hogy mit ehet. Kerüli az ételeket, vagy letagadja az éhségét. És végül egyes ételekkel kapcsolatban rituálékat, szokásokat alakít ki. Az anorexia alapvető oka, hogy a beteg kövérnek látja magát. A betegség kialakulásában vitathatatlan szerepe van a médiának és a divatnak. Az anorexia testi-lelki tünetei közé tartozik például a depresszió, a testképzavar, a drasztikus testtömegcsökkenés, vagy nők esetében a menstruációs cikluszavarok is. Az anorexia az alacsony testtömeg miatti szövődmények során 10-15%-ban halálhoz vezet, azonban megfelelő segítséggel, egészséges életmód kialakításával az anorexia legyőzhető. Erre következik pár példa. Ez a fiú, mert hogy fiúkat is érinthet a betegség, 20 másodperce meghalt az anorexia miatt, de sikerült megmenteni az életét. A felső képeken látod az anorexiás fiút, az alsó képeken pedig már az egészséges fiút. Ez a lány pedig mindössze 30 kg-os volt, amikor eldöntötte, hogy változtatni akar az életén. Ennek a hölgynek is hajszálon függött az élete, de szerencsére rátalált az egészséges életmódra. Remélem, hogy tanulságos volt számodra a videó. Ne feledd, ha az anorexiát időben felismerik és kezelik, túlélhető. Élj egészségesen, legyél jóban önmagaddal. Itt olvashatod a forrásokat, amelyeket felhasználtam a videó készítése során. Köszönöm a figyelmed, tarts velem legközelebb is! Szia!